Akkor kiderült, hogy három koporsó van a pintában, és egy nagyobb, mint amit mi gondoltuk. A Bonyhárdi kápolna helyreállításáért, a lelkiismeretes tervezésért, példás együttműködésért, valamint a nemzeti emlékhelyhez méltó kivitelezésért díjazta a résztvevőket az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság. Ez a díj az építész szakma legkomolyabb elismerése, hiszen egy történelmi mauzóleumot restauráltak teljesen korhű módon. Nagyon nívós épületet valósítottak meg a 20. század elején. Teljes felületén zsolnai pirogránittel, burkolva, díszítő festéssel ellátva, új művegablakokkal, zsolnai oltárral, csillárral. De sajnos az azóta eltelt, hát közel 120 évben igazából csak romlott az épületnek az állapota. Hiányosak voltak az ólomüvegek, komoly károk voltak a pirogránit burkolaton, szerkezeti károsodással érintette az épületet, feltehetően egy földrengés következtében. Az Aigner Sándor által tervezett ingatlan felújításához sikerült pályázati forrást találni, így az most újra régi fényében tündökölhet. Városunkban látogatott az IKOMOSZ az elnöksége és az a műemlékes csapat, aki Magyarországon fontosnak tartja a műemlékek védelmét. Ezért is nagyon fontos számunkra ez a díj, hiszen ha kívülről egy külső szemlélő és egy szakértő grémium az, aki elismeri az itt végzett munkát, az mindig egy picit más, mint hogy, ahogy mi belülről látjuk. A 20. század elején készült épület Ermel Vojnics Erzsébet sírkápolnája, aki nem más volt, mint Percel Etelka lánya, tehát a bonyhárdiak számára a Percel hagyomány szempontjából ez egy nagyon fontos emlék, ami most már a Bonyhárdi Múzeumon keresztül a nagyközönség számára is látogatható.